Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves táborlakók! Román hadakon átvágva érkeztünk meg ide, de mi inkább szeretnénk őket fogadó bizottságnak látni, amire jó okunk van, mert a kereszténységért folytatott európai küzdelmünkben nekünk meggyengült latin keresztényeknek szükségünk lesz a román ortodoxiára is. Ezután is üdvözöljük az érdeklődő román közönséget. Minden évben okoz némi fejtörést, hogy miről is kellene igazából beszélni, mert azt persze előre tudjuk, hogy a végén mire fogunk majd mindannyian gondolni, de az a kérdés, hogy jutunk el oda. Az idei évben kaptam ehhez segédanyagot, mert a román külügy, jól értem, akkor inkább az elnök ágához, hatalmi ágához tartozik, segítségemre sietett és küldött nekem egy demarsot, amiben megírták nekem, hogy miről nem szabad beszélni, miről beszélhetek, de hogyan, és mit kell mellőznöm. Ez egy hivatalos állami irat. Ismertetem. Azt tanácsolják, hogy ne beszéljünk arról, ami román érzékenységet sérthet. Majd ezeket felsorolják. Nemzeti szimbólumok. Jó, szerintem ebben megállapodhatunk. Erről nem beszélek, de üdvözlöm a magyar és székely zászlóval érkezett barátainkat. Ne beszéljünk a kollektív kisebbségi jogokról, jó? Erről sem beszélek, csak megállapítom, hogy ezek léteznek és megilletik az itt élő magyarokat. Azt írják, hogy ne beszéljünk nem létező romániai közigazgatási területi egységekről. Elgondolkoztam, hogy mire gondolhatnak. Azt hiszem, hogy Erdélyre és Székelyföldre. De mi sohasem állítottuk, hogy ezek román területi egységek lennének. Azt írják, hogy van, amiről beszélhetünk, de ne tüntessük fel rossz színben. Ilyenek például a nyugati értékek. És ha valaki az európai politikában forgolódik, mint ahogy nekem ez dolgom, akkor ma a nyugati értékek három dolgot jelentenek: migrációt, LMBTQ-t, meg háborút. Kedves román barátaim, ezeket nem kell rossz színben föltüntetni, rossz színben tűnnek fel ezek maguktól is. És végül van itt még egy gyöngyszem, amit mellőzni kell. Mellőzzük a migrációval kapcsolatos, revizionista megközelítésű, xenofób felhangokat. Ez most már egy ilyen kommunista időutazás. Hofi poénjai jutnak az eszembe, amik arról szóltak, hogy ki tudja egy szuszra kimondani, hogy imperialista, revizionista, burzsoá, klerikális, soviniszta, fasiszta. Szinte beleborzong az ember. Ezeket tehát mellőzni fogjuk. Ezzel szemben, ha már kaptunk egy ilyen demarsot, mit ajánlunk mi a román barátainknak? Először is azt ajánljuk, hogyha a román elnök eljön Magyarországra és előadást tart, amire mi hívogatjuk,
akkor nem fogjuk neki megszabni, hogy miről és mit mondhat. Azt is ajánljuk még a román testvéreknek, hogy vegyék figyelembe, hogy a jelenlegi legnagyobb román nemzeti ambíciót, a schengeni tagságot Magyarország teljes mellszélességgel támogatja, és fölhívjuk a figyelmüket, hogy 2024. július 1-től az Európai Unióban magyar elnökség lesz, és a programunk kiemelt célja elérni Románia schengeni tagságát. Addig is annyit mondhatunk, hogy új miniszterelnöke van Romániának, az Isten éltesse, új miniszterelnök, új esély, hát ha kijön ebből valami, ami mindkettőnknek jó. Mióta miniszterelnök vagyok, ő a 20. román kollégám, hát ha 20-szorra sikerül. Na nézzük, de ma az után miről kellene beszélnünk. Kedves barátaim, az emberiség történetének egy különösen veszélyes időszakát éljük, ezek a nagy változás évei. Ez a változás a Föld minden pontját és minden országát érinti, ezért ha Magyarországról, a Kárpát-medencei magyarságról akarunk érvényeset mondani, akkor először a világról kell beszélnünk. A mondandóm lényege, hogy a világ erő egyensúlya elmozdult, és ennek súlyos következményeit nyögjük most. Emlékezzünk vissza, a II. Világháború után 80 évig a világban erő egyensúly létezett. Ez az időszak számunkra, nekünk magyaroknak két részből állt. Volt az első 45 év, amikor az angol szászok odaadtak bennünket a szovjet kommunistáknak, zárójel, akkor még nem voltak olyan finnyásak az oroszokra, mint manapság. És volt a második, eddig 33 év, amikor szabadon katonai megszállás, Szovjetunió és kommunisták nélkül élhettünk. 80 év, bár ez nagy változás volt, de a világ egyensúlya nem bomlott meg, mert a Szovjetuniót sikerült háború nélkül kivezetnünk a történelemből. Most azonban Kína elmozdította a világ egyensúlyát. Ez régi félelme a nyugati világnak, már Napóleon is azt mondta, idézem őt, hagyjátok Kínát aludni, amikor felébred, megrázza a világot. Tanulságos, hogy hogyan állt elő ez a helyzet. Teszek egy rövid kitérőt, módszertani kitérőt. Tapasztalataim szerint, amikor az ember politikai döntést hoz, akkor három idősíkot kell egyszerre maga előtt látnia, és az eldöntendő kérdést legelőször is be kell sorolnia valamelyikbe. És ha besorolta, csak azután szabad meghozni a konkrét döntést. Ez a három idősík, ahol a politika létezik, a taktikai idő, a stratégiai idő és a történelmi idő. Ha rossz a besorolásod, akkor a döntésed nem várt következményekhez vezet. Mondok két példát. Amikor Merkel kancellár asszony 2015-ben szembesült a migráns invázióval, akkor a problémát a taktikai időbe sorolta be, és azt mondta, hogy wir schaffen das, vagyis meg fogjuk oldani. Ma már nyilvánvaló, hogy a valóság, hogy a kérdés
az a stratégiai időhöz tartozott, mert a döntésének a következménye át fogja alakítani Németország teljes kultúráját. Megérkezünk Kínához. Második példa, Egyesült Államok, 1970-es évek eleje. Akkor az USA úgy dönt, hogy kiszabadítja Kínát az elszigeteltségéből, nyilvánvalóan azért, hogy könnyebben tudjon elbánni az oroszokkal. Ezért ezt a kérdést besorolja a stratégiai időségbe. De kiderül, hogy valójában ez a kérdés, Kína kiszabadítása, az a történelmi időhöz tartozik, mert a kiszabadítás eredményeképpen ma az Egyesült Államok, és mi mindannyian, nagyobb erővel állunk a szemben, mint amit le akartunk győzni. Rossz besorulás, nem várt következmények. De most már ami történt, megtörtént. A tény az, hogy sohasem volt ilyen gyors és tektonikus globális erőegyensúly változás, mint amiben ma élünk. Emlékezzünk arra, hogy, vagy figyeljünk fel arra, hogy Kína másként emelkedik föl, mint az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok az lett, Kína meg van. Vagyis valójában egy visszatérésről beszélünk, egy 5000 éves, 1 milliárd 400 millió embert számláló civilizáció visszatéréséről beszélünk. És egy olyan probléma, amit meg kell oldani, mert magától nem oldódik meg. Kína egy termelési erőmű lett, valójában már megelőzte az USA-t, vagy éppen ezekben a percekben előzi. Autógyártás, számítógép, félvezető, gyógyszer, infokommunikációs rendszerek, mindegyikben ők a legerősebbek ma a világon. Az történt, hogy a nyugati ipari forradalom és a globális információs forradalom mintegy 300 éves útját Kína 30 év alatt megtette. Ennek következtében 100 milliókat emelt ki a szegénységből, és ma az emberiség összjóléte és össztudása nagyobb, mint volt. De ha ez így van, akkor mi itt a veszély? A veszély, kedves barátaim, az, a helyzet azért veszélyes, mert az aranyéremnek már van gazdája. Az Egyesült Államok a saját polgárháborúja 1870-es évek után úgy nőtt fel, hogy ő az első számú ország, a világ gazdasági elsőség elidegeníthetetlen joga, a nemzeti identitása része, egyfajta hittétel. És amikor ezt a pozíciót kihívás érte, az Egyesült Államok ezt mindig sikeresen visszaverte. Visszaverte a Szovjetuniót, és, idézzük föl, visszaverte az Európai Uniót is. Az Európai Uniónak néhány évtizede még az volt a terve, hogy a dollár, mint világpénz mellé föllépteti az eurót. Megnézhetjük, hogy hol van ma az euró. És volt egy olyan tervünk is, amit úgy fogalmaztunk meg, hogy Lisszabontól Vlagyivosztokig kell húzódnia egy nagy szabadkereskedelmi övezetnek. Mit látunk ma? Hogy ma Lisszabontól legfeljebb Donyec külsőig húzódik a szabadkereskedelmi övezet. 2010-ben a világ össztermeléséhez az USA is, meg az Európai Unió is 22-23%-ot adott hozzá, ma az USA 25-öt, az Európai Unió pedig 17-et. Vagyis az Egyesült Államok sikeresen verte vissza az Európai Uniónak azt a kísérletét, hogy mellé vagy akár elé lépjen. És kedves táborlakók, van itt egy egyszerű összefüggés a nemzetközi politikában. Minél nagyobb a GDP-d, a nemzeti összterméked, annál nagyobb a befolyásod a nemzetközi ügyekben. Vagyis ma azt látjuk, hogy az amerikai dominancia folyamatosan visszaszorul a világszínpadon. Márpedig a világ elsők az ilyesmit nem szeretik. Egyszerű az észjárásuk, nagyjából úgy összegezhető, hogy itt vagyunk a világ tetején, azért kapaszkodtunk fel ide, hogy örökre itt maradjunk. Van persze ez a történelem nevű dolog, ami kellemetlen, de a lényeg, hogy az mindig más országokkal és más népekkel történik,
számunkra véget ért, és mi örökre itt maradunk a világ tetején. Ez egy csábító gondolat, de a mi életünk mai napjainak kellemetlen igazsága az, hogy nincsenek állandó győztesek és állandó vesztesek a világpolitikában. Még kellemetlenebb igazság, a jelenlegi folyamatok azok Ázsiának és Kínának kedveznek, legyen szó gazdaságról, technológiai fejlődésről, vagy éppen katonai erőről. Még kellemetlenebb igazság, hogy a nemzetközi intézményekben is változás történik, mindannyian ismerjük azt az összefüggést, hogy aki létrehozza a nemzetközi intézményeket, annak biztosítanak azok előnyt. Ezért Kína egész egyszerűen létrehozta a sajátjait. Itt van előttünk a BRICS, az egy övezet, egy út, és itt van az ázsiai infrastrukturális bank, amelynek a fejlesztési forrásai többszörösen haladják meg az összes nyugati ország fejlesztési erőforrásait. Vagyis Ázsia, illetve Kína teljes nagyhatalmi öltözetben áll előttünk, van civilizációs hitvallása, ő a világegyetem központja, és ez belső energiát, büszkeséget, önbecsülést és ambíciót szabadít fel. Van távlatos terve, amit úgy fogalmaznak meg, véget vetni a megaláztatás évszázadának, vagyis újra nagyjá tenni Kínát, hogy parafrazáljuk az amerikaiakat. Van középtávú programja, visszaállítani azt a dominanciát Ázsiában, ami megvolt, mielőtt megjött volna a nyugat. És van ellenszere az USA fő fegyverével szemben, az USA fő puha hatalmi fegyvere, itt úgy hívunk, hogy egyetemes értékek. Na ezeket a kínaiak egyszerűen kinevetik, és azt mondják, hogy ez egy nyugati mítosz, és valójában az egyetemes értékekről szóló beszéd, az egy ellenséges filozófia a többi nem nyugati civilizációval szemben, és onnan nézve ebben van is valami igazság. Vagyis tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt táborlakók, ma úgy élünk, hogy napról napra haladunk az összeütközés felé. A kérdés, az egymillió dolláros kérdés, hogy elkerülhető-e az összeütközés. Erről egyre több tanulmány és könyv lát napvilágot, én is ezekből dolgozom. Az egyik figyelemre méltó azt mondja, hogy az elmúlt 300 évben 16 olyan eset volt, amikor a világ első hatalom mellé, illetve elé egy új bajnok emelkedett. A rossz hír az, hogy a beazonosított 16 esetből 12 háborúval végződött, és csak 4 zajlott le békésen. Vagyis kedves barátaim, a világ politikában ma a legveszélyesebb pillanatban vagyunk, amikor az első számú nagyhatalom látja magát a második helyre süllyedni. A tapasztalat az, hogy az uralkodó nagyhatalom általában jobb indulatúnak, jobb szándékúnak látja saját magát, mint amilyen, és a kihívónak pedig gyakrabban tulajdonít rossz indulatot, mint indokolt lenne, illetve kellene. Következésképpen a szemben álló felek nem a másik szándékából, hanem a másik képességéből indulnak ki, vagyis nem abból, hogy mit akar tenni, hanem mire volna képes. És már kész is a háború. Ezt hívják Tüküdidész csapdájának, aki megírta a Spárta és Atén közötti peloponnészoszi háború történetét, és először azonosította be ezt a problémát. Hölgyeim és uraim, a mi életünkre nézve ebből az következik, hogy a két nagy közötti összeütközés, ideértve a katonait is, valószínűbb, mint ahogy azt ma innen Tusnád fürdőről látjuk. Jó hír, vagy legalábbis reménysugár, hogy a háború az nem elkerülhetetlen. Ennek az a föltétele, hogy a világ elmozdult egyensúlya helyett a világ képes legyen új egyensúlyt találni. A kérdés az, hogy hogyan. Az igazság az, hogy ez a nagyfiúk dolga. Ebben nekünk nem osztottak lapot. Ne essünk szereptévesztésbe. Mi csak annyit mondhatunk, hogy most valami olyasmit kellene tenni, amire még nem volt példa. A nagyoknak el kellene fogadni, hogy két nap van az égen.
ez egy radikálisan különböző gondolkodás, mint amiben leértük az elmúlt néhány száz évünket. Az szemben álló feleknek, egyenlő feleknek kéne egymást elismerniük, függetlenül attól, hogy mik az éppen aktuális erőviszonyok. Önök is láthatják, hogy Pekingben egymásnak adják a kilincset az amerikai vezetők, ez annak a jele, az Egyesült Államokban is látják a veszélyt és látják a bajt. Ott járt a külügyminiszter, ott járt a pénzügyminiszter és legutóbb Kissinger nemzetbiztonsági főtanácsadó úr is. És ha önök is olvassák a híreket, láthatták, néhány napja a japánok bejelentették, hogy megkétszerezik a hadikiadásaikat, és a világ egyik legerősebb hadseregét fogják fölépíteni. Nos, mi az, ami ránk tartozik ebből a helyzetértékelésből? Azt érdemes megértenünk, kedves barátaim, hogy az új egyensúly beállítása az nem fog menni egyik napról a másikra, sőt, egyik hónapról a másik hónapra sem. Egy ilyen új egyensúly beállítása egy egész nemzedéknyi időt igényel. Vagyis nem csak mi, hanem még a gyerekeink is ebben a világ összefüggésben, ebben a világidőben, ebben a korszellemben fogják leélni az életüket, és nekünk magyaroknak ebben a világhelyzetben és korszellemben kell boldogulnunk, és ezt figyelembe véve kell alakítani a magyar nemzeti terveket. Lépjünk egyel közelebb Tusnádfürdőhöz, váltsunk néhány szót az Európai Unióról. Ha önök vetnek egy pillantást ma az Európai Unióra, akkor az a benyomásuk alakulhat ki, hogy szorongás gyötri, és bekerítve érzi magát. Erre jó oka van, az Unió az körülbelül 400 millió ember, a nyugati világot ide számítom, az egy másik 400, tehát 800 millió ember, aki körül ott van, másik 7 milliárd. És az Európai Unió jól látja magát, ez egy gazdag és gyenge unió. Egy olyan gazdag és gyenge unió, amely egy lázadozó világot lát maga körül, zavaros lárma, régi sérelmek, sok éhes száj, brutális fejlődés, óriási fogyasztás. Európába indulni készülő milliók, látja a Száhel övezetben gyülekező embermilliók hullámát, amelyet, ha nem tudunk megfogni, átcsaphat a földközi tenger európai oldalára. A hét elején Latin-Amerika-Európai Uniós csúcs találkozó volt Brüsszelben, ahol ezt mind a saját fülemmel hallhattam és saját szememmel láthattam. A latin-amerikai vezetők szótárában a leggyakoribb kifejezések úgy hangoztak, hogy native genocide, amely aztán az őslakosok kiirtását jelenti, slavery, rabszolgakereskedés, reparatory justice, ami egy ilyen kárpótlásszerű igazságtételt jelent. Ők ebben gondolkodnak. Nem csoda, ha az Európai Unió bekerítve érzi magát. És ha vetünk egy pillantást a Nemzetközi Valuta Alapnak az országlistájára, amely a gazdaságok mérete a nemzeti GDP-k alapján állít fel rangsort, akkor azt látjuk, hogy a 2030-ra jelzett rangsorból kiesik a ma még ott lévő, az első 10-ből kiesik a ma még ott lévő Nagy-Britannia, Olaszország, Franciaország, és a ma negyedik Németország a tizedik helyre csúszik vissza. Ez a realitás. Ma ez a félelem, ez a bekerítettségérzés a mi Európai Uniónkat az elzárkózás felé tereli, megijedt a versenytől, olyan, mint egy kiöregedett boxbajnok, mutogatja a bajnok jöveit, de többet már nem akar bemenni a szorítóba. Ebből egy elzárkózás következik, egy gazdasági, politikai és kulturális gettóba való zárkózás. Ennek kidolgozták a nyelvi formáit, ebben erősek egyébként, ebben a legerősebbek még mindig, hogy hogyan kell formulázni, röviden leírni egy bonyolult helyzetet. Ezt úgy hívják, az elzárkózást úgy hívják, hogy decoupling, leválasztás, vagy finomabban derisking,
ami egy kockázatcsökkentés jelent. Ha innen nézzük, akkor az Oroszországgal szembeni politika is egy leválasztási kísérlet. Háborús szankciók révén leválasztották Oroszországot az európai gazdaságról. És persze Európát le lehet választani az orosz energiáról, de ez valójában hatástalan és illúzió, mert Oroszországot nem lehet elvágni a világ többi részétől. Az orosz nyersanyagot megveszi valaki más, mi pedig közben szenvedünk a háborús inflációtól, és elveszítjük a versenyképességünket. Mondok önöknek két számot. Az Európai Unió gáz- és olajimportjáért fizetett összeg, kettő együtt, az orosz háború előtt 300 milliárd euró volt, tavaly évben pedig 653 milliárd. Tehát ma úgy működik az európai gazdaság, ma úgy akarunk versenyezni, hogy a korábbi energiaár kétszeresébe kerül az energia, amely a világ többi részén azonban továbbra is a megelőző korszak árán érhető el. Ez Európa nagy vitája a következő évekre, nekünk magyaroknak erre kell berendezkednünk, leválni vagy részt venni a nemzetközi versenyben, de-risking vagy connectivity, ahogy ezt Brüsszelben mondják. Teszek egy ismeretterjesztő jellegű kitérőt. A nagy európai cégek azok nem akarnak leválni, már Oroszországból se akarnak kijönni. Föllapoztam az ide vonatkozó statisztikákat. Az 1400 legnagyobb nyugati vállalat 8,5%-a vonta ki a cégét Oroszországból. 8,5%. A gyógyszeriparuk 88%-a ott maradt. Az európai bányaipar 79%-a ott van továbbra is Oroszországban. Az energetikai cégek 70%-a, és a gyártóvállalatok 77%-a. És nem fogják kitalálni, a tavalyi évben, 2022-ben az ott maradt nyugati cégek összesen befizettek az orosz költségvetésbe 3,5 milliárd dollárnyi összeget. És innen nézve az a támadás, amit az ukránok indítanak a magyar, szegény, kicsi magyar OTP ellen, az nem más, mint a hungarofóbia megnyilvánulása, ezért vissza is kell utasítanunk. Olyan ravasz kis európai stiklikről pedig már nem is beszélek, hogy váratlanul egyetlen év alatt a Németországból Kazaksztánba vitt áruknak a mennyisége kétszeresére növekedett. Vajon miért? A következő évek másik európai folyamata, amiben a magyaroknak el kell helyezniük magukat, az a föderalisták és a szuverenisták küzdelme. Birodalom vagy nemzetek? Itt egy komoly lengő bordára mért ütést szenvedtünk el, amikor az angol barátaink a Brexittel elhagyták az Európai Uniót. Ezzel megbillent a szuverenisták és föderalisták közötti unión belüli egyensúly. Ez úgy nézett ki, hogy egyik oldalon voltak a franciák meg a németek, mint föderalisták, a másik oldalon az angolok és mi a V4-ek. Ha az angolok ma bent lennének az Európai Unióba, akkor olyan kifejezéseket, hogy jogállamisági mechanizmus, kondicionalitás, meg gazdasági kormányzás, ezeket meg se kéne tanulnunk, ezek nem léteznének. Ezeket csak azért tudták bevezetni az Európai Unióban, mert a britek kiszálltak, és mi V4-esek ezt nem tudtuk megakadályozni, sőt, a V4 ellen támadást intéztek a föderalisták, az eredményt mindannyian látjuk, a csehek lényegében átálltak, Szlovákia billeg, csak a lengyelek és a magyarok tartanak ki. Van persze esélyünk, hogy gyarapodjon a szuverenisták tábora, látok esélyt, hiszen Olaszországban ilyen kormány alakult, Ausztriában is mozog valami, holnap pedig választás lesz Spanyolországban. Ne legyen illúziónk, kiszorítási kísérletet hajtanak végre a föderalisták, nyíltan megmondták, kormányváltást akartak Magyarországon, pénzelték is a politikai korrupció minden eszközét bevetve a magyar ellenzéket, ugyanezt csinálják most Lengyelországban, és emlékezzenek rá, hogy hogyan akarták megakadályozni
hogy a Meloni féle jobboldal győzelmet arathasson Olaszországban. Ezek mind nem sikerültek, és abban reménykedem, hogy a 24 júniusában esedékes európai választás és az azt követő hatalmi pozíció újraosztást követően egy számunkra kedvezőbb egyensúlyi helyzet lesz Európában, mint amiben ma élünk. Ezzel meg is érkeztünk Magyarországra, tisztelt hölgyeim és uraim! Mit lehet és mit kell tennie Magyarországnak ebben a nemzetközi helyzetben, ebben az európai millióban, nagy jégzajlás közepette? A legfontosabb, hogy tisztában kell lennünk önmagunkkal. Most nem a 1100 éves történelmünkre gondolok, még csak nem is az RMDS zseniális összegzésére 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában, hanem azt az utat kell most szem előtt tartanunk, amelyen 2010-ben elindultunk a rendszerváltás 20 zavaros éve után végre. Egy új korszakot nyitottunk 2010-ben, és ezt kell bármilyen nehézséggel is találjuk magunkat szembe, bármilyen égzengés, villámlás, zivatar köszönt ránk, ezt nem szabad szem elől tévesztenünk. Van egy új korszakunk, amelynek szellemi és gazdasági alapjai is vannak. Először röviden idézzük föl ennek a korszaknak a szellemi alapját. Ezt a szellemi alapot az alkotmány összegzi. És az új magyar alkotmány az a dokumentum, amely a legnyilvánvalóbban megkülönböztet bennünket az Európai Unió többi országától. Ha önök elolvassák az európai országok alkotmányait, amelyek liberális alkotmányok, akkor azt fogják látni, azoknak a középpontjában az én áll. Ha elolvassák a magyar alkotmányt, akkor azt fogják látni, a magyar alkotmány középpontjában a mi áll. A magyar alkotmány arról szól, abból indul ki, hogy van egy hely, ami a miénk, az otthonunk. Van egy közösség, ami a miénk, ez a nemzetünk. És van egy életmód, talán pontosabban életrend, ami a miénk, és ez a kultúránk és a nyelvünk. Ezért a mi szellemi kiinduló pontunk az alkotmányban úgy fogalmazható meg, hogy az emberi életben azok a legfontosabb dolgok, amiket egyedül nem lehet megszerezni. Ezért van a mi az alkotmány középpontjában. Nem lehet egyedül megszerezni a békét, a családot, a barátságot, a törvényt és a közösségi szellemet. Sőt, tisztelt tábor lakók, még a szabadságot sem lehet, mert az ember, aki egyedül van, az nem szabad, hanem magányos. Az összes jó dolog az életben lényegében a másokkal való együttműködésen alapul, és ha ezek az életünk legfontosabb dolgai, mondja a magyar alkotmány, akkor ezeket kell védelmezni a társadalomnak és a jogrendszernek. Most ez a fölismerés, mint a mostani új korszakunk szellemi alapja, ezek a közös dolgok az egyén életében kötődésként jelennek meg. Ezért a magyar alkotmány a kötődés alkotmánya, amely meg akarja erősíteni ezeket a kötődéseket, és ezért a megerősítés kultúrájának talaján áll. A liberális alkotmányok azok nem a kötődés, hanem az eloldás világát rajzolják meg, és nem megerősíteni akarnak, hanem elutasítani akarnak valamit az egyéni szabadság nevében. A mi alkotmányunk azonban megerősíti a helyet, ahol a gyerekeink is élni fognak, mint a hazánkat, megerősíti a férfi és a női mi voltunkat, mert ezt hívjuk családnak, és megerősíti a határainkat is, mert így mondhatjuk meg, hogy kikkel akarunk együtt élni. Nem döntöttünk rosszul 2011-ben, amikor az új alkotmányt a többi európai alkotmánytól különböző magyar nemzeti keresztény alkotmányt megalkottuk, mert azóta, sőt mondjuk ki, hogy nem csak nem döntöttünk rosszul, szinte jól döntöttünk, mert azóta itt van a nyakunkon a migrációs válság, amiről jól látható, hogy liberális alapon nem lehet kezelni. És itt van egy LMBTQ gender hadjárat, amelyről kiderült, hogy csak közösségi, gyermekvédelmi alapon lehet visszaverni. A liberális alapokon álló országoknak az a kudarca, hogy ők azt gondolták, hogy a régi közösségeik helyett majd újak jönnek létre,
ehelyett azonban csak egy sajátos elidegenedés jött létre mindenhol. Persze Franciaország, ami ettől szenved, egy nagy nemzet, övé a gloár, és biztosan talál is majd valami fajta megoldást. De szellemi alapokat szem előtt tartva, még egy ásónyommal mélyebbre ásva, azt is érdemes elmondanunk, hogy a magyar alkotmánynak és az új korszak szellemi alapjainak a mélyén egy antropológiai felismerés is rejlik. Ugyanis 201 néhány évvel ezelőtt, a felvilágosodás idején, a baloldali, internacionalista és liberális szellemiségű értelmiségek és politikai vezetők azt gondolták, hogy a vallás és a kereszténység elutasítása után létrejön egy ideális, felvilágosult közösség, ami a jó és a közjó belátásán alapul, felismert szociológiai, társadalmi igazságok szerint él egy szabad és magasabb rendű életet. Ezt remélték a kereszténység és a vallás elutasításától. Ez akkor 200 éve még nem volt kizárható. Akár így is lehetett volna. De közben eltelt 200 év, és ma már látható, hogy ez merő illúzió. Azzal, hogy elutasítottuk a kereszténységet, valójában hedonista pogányokká váltunk. Ez a realitás. Ezért elrendelésszerű az én szememben, hogy a 2011-es alkotmányunkat húsvétkor hirdettük ki, és húsvéti alkotmány a becsületes neve. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez fekszik az Európai Unió és Magyarország közötti konfliktusok mélyén is. Az Európai Unió elutasítja a keresztény örökséget, lakosságcserét vezényel a migráción keresztül, LMBTQ hadjáratot folytat a családbarát európai nemzetekkel szemben. Néhány napja esettel éppen Litvánia, amelynek egy igazán derék, figyelemre méltó, nagyszerű gyermekvédelmi törvénye volt, amit mi is kiindulópontként használtuk, amikor a miénket megkonstruáltuk, és most azt látom, hogy a nagy nyomás hatására a litvánok visszavonták és megsemmisítették a korábban még 2012-ben elfogadott gyermekvédelmi törvényeiket. Félek a görögöktől, ha ajándékot hoznak is, ide vezet az amerikai barátság, kedves barátaim. Nos, azt kell tehát mondanunk, hogy Európában ma létrejött egy saját politikai osztály, amely nem tartozik elszámolással, nincs többé se keresztény, se demokratikus meggyőződése, és azt kell mondanunk, hogy a föderalista kormányzás Európában egy elszámolhatatlan, elszámoltathatatlan birodalomhoz vezetett. Nincs más választásunk, hiába szeretjük Európát, hiába az a miénk, mégiscsak harcolnunk kell. Álláspontunk világos, mi nem kívánjuk, hogy mindenkinek ugyanaz legyen a hite, nem kívánjunk, hogy ugyanolyan családi életet éljen, vagy részt vegyen ugyanazokon az ünnepeken, de ahhoz ragaszkodunk, hogy van közös otthonunk, van közös nyelvünk, van közös közszféránk, van közös kultúránk, és ez az alapja a magyarok biztonságának, szabadságának és jólétének, és ezért ezt minden áron meg kell védeni. Ezért nem fogunk kompromisszumot kötni. Nem fogunk kompromisszumot kötni, nem hátrálunk, Európában ragaszkodni fogunk a jogainkhoz, nem engedünk se a politikai, se a pénzügyi zsarolásnak. A taktikai időhöz, sőt a stratégiai időhöz tartozó kérdésekben lehet, de a történelmi időhöz tartozó kérdésekben sohasem lehet megalkudni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! És végül, ha a Zsolt még ezt megengedi nekem, akkor szólok néhány mondatot az új korszak gazdasági alapjairól is. Ugye 13 éve építjük az új gazdasági rendszerünket, ez ennyi idő alatt elég jól összeállt és jól is teljesített. Az volt a tervünk, hogy 2030-ig lényegesebb módosítás nélkül ez kiszolgálja Magyarországot, biztonságban élő, gyarapodó Magyarországot és Kárpát-medencei magyarságot eredményez majd.
a céljainkkal időarányosan jól állunk. A magyar gazdaság összteljesítménye 13 év alatt meg háromszorozódott, 27 ezer milliárdról 80 ezer milliárd forintra nőtt, és bár azt tanítják a politikai iskolákban, hogy ha beszélsz, akkor szám és időpont egy mondatban soha se szerepeljen, de mégis 2030-ra az a célunk, hogy 160 ezer milliárd forintos GDP-nk legyen. Ha a fejlettségi céljainkat nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy 2010-ben az európai átlag 66%-án, 22-ben a 78%-án voltunk, és 2030-ra oda akarunk érni a 85 és 90% közötti sávba. Ha a magyar gazdaság versenyképességét nézzük, vagyis az exportját, akkor azt kell mondanunk, hogy 13 év alatt azt megdupláztuk, és abban a magyar termékek részaránya jelentősen, mert a magyar tulajdonú cégek termékeinek a részaránya megnőtt. Az energiaimport függőségünket terv szerint csökkentjük, most 28%-on vagyunk, és 2030-ra Paks 2 napenergia hálózatfejlesztések, el akarunk érni oda, hogy a villamos energiaimportunk az nulla legyen. Ennek megfelelően építjük az erőműveinket, 11,5 ezer milliárd forintot fogunk erre a célra fordítani. 2010-ben a foglalkoztatás az 62%-os volt, ma 77%-os, és 2030-ra 85%-ig szeretnénk emelni. Van egy óriási egyetemfejlesztésünk, 2010-ben egyetlen magyar egyetem sem volt a világ első 5%-ában, tavaly évben pedig már volt 11 ilyen magyar egyetem. Ami a családtámogatást illeti, ott a gyermeknevelési rátánk az ugye 1,2% volt, ezt fölemeltük 1,5-re. Tehát a, aztán a nem szép szó, de termékenységi rátának hívják ezt, reprodukciós rátának. Ez 1,2 volt, most 1,5. De ahhoz, hogy a népességünk ne csökkenjen, ahhoz 2,1 kellene. Ebből látszik, hogy továbbra is nagy bajban vagyunk, nagy bajban vagyunk. Minden erőt és energiát, erőforrás, kormányzati költségvetési erőforrás továbbra is a családpolitika irányába kell mozgósítanunk. És a honvédelem is kezd talpra állni, van, lassacskán lesz ütőképes hadseregünk, egyenruhás munkavállalók helyett lesznek harcosaink, van melléjük most már nemzeti hadipar is, azon kevés NATO tagállam közé tartozunk, aki az éves nemzeti össztermékének legalább 2%-át képes erre a célra fordítani. És a Nemzetegyesítés 2030-ra kitűzött programjával sem állunk rosszul. A 2010-ben nemzetegyesítés céljára a határon túlra eljuttatott forrásokat az 10-szeresére növeltük. És most, amikor mindenfajta nehézségeink vannak, az oktatási nevelési támogatást ebben az évben 5-szörösére, 500%-kal emeljük meg. Azt kell mondanom, hogy nek látszik is az eredménye, szeretnék gratulálni azoknak a székelyeknek és erdélyieknek, akik részt vettek a Minority Safe Pack és a Nemzeti Régiók aláírás gyűjtésében, és képesek voltak arra, hogy külön-külön mind a két ügyben több mint 1 millió aláírást összegyűjtsenek. Ehhez erő kell, ember és erő, nagy teljesítmény, gratulálok Önöknek! És végezetül ezek a gazdasági alapok, az új korszak gazdasági alapjai szépek és jól is hangzanak, de akad itt azért egy bökkenő. És ezzel szeretném zárni a mondandómat. A bökkenő az, hogy 3 év alatt 2 meteorral is összeütköztünk. Először 2020-ban a Covid-dal. Ezt még valahogy kivédtük, és alárag gyorsan visszatértünk arra az útra, amit kijelöltünk a magunk számára, és amelynek ívét 2030-ig látjuk. De 2022-ben jött egy újabb meteortámadás, ez a háború. És ez már keményebb dió. Ez a meteor letérített bennünket a pályánkról. És azt tudom mondani Önnek, hogy ma Magyarország, a magyar emberek és a magyar kormány azért küzd és harcol, hogy erről a letérített pályáról
vissza tudjunk kapaszkodni arra a szokásos kerékvágásba, amely elvezet bennünket 2030-ig. Azt látom, hogy legkorábban ez a pályára való visszatérés, ez 2024. július környékén következhet be, akkor jelenthetem reményeim szerint önöknek azt, hogy Magyarországon a gazdasági növekedés ismét jelentős, a banki hitelezés ismét erős, és az európai átlagot jóval meghaladó fejlődési pályán vagyunk ismét. A legnehezebb időszakon most már túl vagyunk, hogy az infláció az egekbe volt, most letörjük, és minden esélyünk megvan, hogy az év végére 10% alatt legyen, vagyis egy számjegyű. Az első fél év nagyon nehéz volt, mert az infláció gyorsabban nőtt Magyarországon, mint a bérek. Ilyenre nagyon régóta, talán több mint 10 éve nem volt példa. De a második fél évben ki fogunk egyenesedni, és ha a Jóisten megsegít bennünket, akkor az egész év tekintetében, a 23-as év tekintetében sikerül megelőznünk, elhárítanunk a bérek értékcsökkenését. A hitelek kamata is Magyarországon ma az égben vannak. Ezt normalizálni, elfogadható szintre visszahozni, úgy látom legkorábban jövő év második negyedvében sikerül. Ez azt jelenti, hogy ha mindent jól csinálunk, szerencsénk is van, meg a Jóisten is megsegít, akkor a 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választáskor már újra azon a kijelölt pályán leszünk, azon a kijelölt útvonalon haladunk, ami elvisz bennünket 2030-ig, és akkor a 2024-es tusványosi táborban már beszélhetek nyugodtan a 2030 és 2040 közötti tervekről. Összegezve tehát, tisztelt hölgyeim és uraim! Összegezve tehát azt mondom önöknek, nagy világügyekben észnél lenni, a világgazdaságban összeköttetéseket építeni, az Európai Uniós vitákban harcolni, a szellemi ügyekben kitartani, a nemzetegyesítésben pedig álhatatosnak maradni. A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország, hajrá Magyarország!